Köszöntöm nézőinket! A divat változik, a stílus örök. Vallotta Coco Chanel, a divat történet egyik legmeghatározóbb alakja. Na de hogy mitől lesz egy nő divatos, stílusos, ápolt, az valószínűleg korokat áthidaló kérdés. Azt hiszem, az önmagunkkal szembeni igényességgel kezdődik, és azzal, hogy ismerjük-e annyira magunkat, hogy tudjuk, mi az, ami bennünket igazán képvisel. Három nagyszerű hölgy a vendégem ma este, akik szakmájukból adódóan is rengeteget tudnak a témáról. Vidra Birtalan Éva, képzőművész, illetve divattervező az egyik vendégem, Márkos Ildikó fodrász és hairstylist, illetve itt van velem Szász Melinda kozmetikus is, akit szeretettel köszöntök. Jó, hogy itt vagytok, köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívást. Mi is örvendünk. Köszönjük. Stílusos nő, hát erről már olyan sokat beszélgettünk. Én kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok, mennyit adunk mi a külsőnkre, mi nők? Fontos-e nekünk egyáltalán a megjelenés? Éva? Ez most egy, tehát rövid idő alatt elmondott nagy kérdés. Azt, hogy mennyit áldozunk magunkra, sok mindentől függ. És legelőször azt mondom, a kultúránktól, neveltetésünktől, nem csak a zsebünktől. Ebben a változó világban tele van mindenhol mindennel. De hogy te mit akarsz, azt te kell tudjad. És akkor, amikor tudod, hogy mit akarsz, mit szeretnél, olcsón, könnyen meg tudod vásárolni, és gondolom, hogy kellő fantáziával használni is, hordani azokat a darabokat, mert nem mindegy, hogy most a zsebem tele van, a kárdom tele van, és elmegyek, jaj, az itt van, ott van, jaj, megveszük, mert oké. Nem, miért veszed meg? Azért, mert ez most egy sláger darab, vagy azért, mert hiányzik a garderobodból, mert neked jól áll. Ez hangsúlyozom még egyszer, a kultúránk része, és én minden hölgyet, mivel nem mondtad, de én megmondom, 30 évet töltöttem a divat szakmába. Még nem jutottunk oda, ja. De nyilván mondtam igen, volna. Köszönöm. A 30 év alatt láttam ezt is, azt is, és meggyőződésem egy kis intelligenciával minden nő tudja rendezni a garderobját és önmagát. Ildikó? Az, hogy ki mennyi pénzt, energiát áldoz önmagába és a stílusában, szerintem változó, viszont én egy szóban jellemezném, hogy milyen a stílusos nő, és az a harmónia, összhang. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy mindenünk összhangban legyen. Az, hogy ki mennyi pénzt, vagy mennyi időt tölt az öltözködésére, frizurájára, a sminkjére, az ápoltságára, az nagyon-nagyon-nagyon sok mindentől függ. Viszont egy nő akkor stílusos, hogyha mindene összhangban van. Én ugye még pályakezdésem elején nagyon sokszor készítettem frizurákat divatbemutatókra, és mindig arra próbáltam a hangsúlyt fektetni, hogy a frizurával legyen összhangba az öltözet, és fordítva. Például ugye, hogyha egy ruha mondjuk terítettebb, mintásabb, akkor a haj az legyen egyszerűbb, és fordítva. Tehát, hogy találjuk meg az egyensúlyt a dolgok között. Hogy legyen az összhangot, hogy legyen minden összhangba, és főként a személyiségünkkel is legyen összhangba. Melinda, valahányszor találkoztam veled, mindig csinos vagy, ápolt, mosolygós, köszönöm és szépen. Úgy látom, hogy neked ez fontos, tehát hogy a megjelenés fontos, és én azt is érzem, hogyha jó a megjelenésünk, akkor az ad egyfajta önbizalmat is nekünk. Ez így van. Szerintem egy stílusos nő nem a divat szerint öltözik, hanem talán egyéniségének, bocsánat, megfelelően. Tehát, hogy azt mondod, hogy fontos, hogy ismerje is magát? Tehát, hogy tudja, hogy mire van neki szüksége? Igen, igen. Uh-huh. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ismerje magát, és Kinga, bajba vagyok. Igen, ez is érdekes kérdés számomra, hogy ez egy fejleszthető, tanulható, tanítható folyamat, vagy ezzel vagy rendelkezünk, vagy nem? Mind a kettő. Tanítható,
művelhető tovább, de itt, ahogy mondta a partnerhölgy, hogy mindenki a maga világát próbálja a sminkkel, a frizurával ki a világ fele. Mert én most fel fogok öltözni Jucika babának, lehet, hogy divatjegyben vagyok, de az nem én vagyok. Na, ezt az utat kéne, ezt az arany középutat valahol minden hölgynek, asszonynak, lánynak megkeresni. Milyen az alakom, milyen a fizionomiám, a hajam, mit lehet belőle, mit nem lehet be. Ezek mind olyan függőségek, amin ha ezt te ne veszed tudomásul, akkor nem fogsz tudni se öltözködni, se a sminket, se frizurát, semmi se lesz. Apropó, összhangba. Igen. Mert mondtad te is, hogy a pályád elején ugye bele kellett tanuljál, és te is úgy tapasztalgattad, hogy mi áll jó, kinek mi előnyös, igen. Mert végső soron ajánlani kell ugye a klienseknek is adott igen, esetben. Ezt akartam mondani, hogy szerintem mindenki a saját szakmájában ugye kliensekkel dolgozik, nőkkel. És nagyon-nagyon fontos az, hogy a klienseket úgymond idézőjelesen neveljük is. Tehát egy picit én, tehát van az az elmélet, hogy ugye egy klienset be tudunk sorolni három nagy kategóriába. Ezek nagyon nagy kategóriák, hogy milyen stílusa van. Ezután elbeszélgettünk vele. Először is nagyon fontos az, hogy mi az, amit ő szeret, és mi az, amivel ő nem elégedett. Mert ugye tudjuk, hogy a stílusosság, a szépség is relatív. Jöhet egy személy, aki külső szemmel nagyon-nagyon jól néz ki, mondjuk a fejformája is teljesen rendben van, de megkér, hogy ajánljak valamit, ami mondjuk nem kerekíti az arcát. Mm. Tehát elsősorban meg kell azt is találjuk, hogy mi az, amit mi tehetünk, hogy annak a nőnek az önbizalmát fennebb emeljük, és nagyon-nagyon fontos, hogy tanácsokat adjunk. Legalábbis én azt szeretem, hogyha egy klienssel el tudok beszélgetni, és utána tanácsokat tudok adni neki. Mert hiába ajánlok én neki, tegyük fel egy színt, vagy egy fazont, amit ő majd tegyük fel, hogyha nem fordít kellő időt naponta annak rendezésére, akkor az a frizura nem áll sehogy. De hogyha én tudom, hogy az a kliens az mondjuk egy elfoglaltabb, vagy egy olyan személy, aki nem akar sokat bíbelődni a tükör előtt, akkor valószínűleg olyan hajstílust ajánlok, aminek a gondozása nem olyan időigényes. Igen, és tehát akkor a személyiségének gyakorlatilag igen, megfelelőt. Igen, a személyiségének, az idejének megfelelő, és természetesen az arcformájának. De amint már mondtam ezt, hogy régebb ugye az volt, hogy az ovális fejforma az ideális. Na most ez egy picit megváltozott, hogyha megnézzük az amerikai színésznőket, hírességeket, elég sok olyan példát találunk, amikor mondjuk egy szépségikonnak az arca nem ovális, és mégis olyan frizurát választ ő meg a stylistjai, ami azt a fejformát például kiemeli, és nem eltakarja. Tehát már ilyen téren is sokat változott a felfogás. Például, ami nagyon-nagyon fiatalosnak számít fejformában, az a kerek arc. És ugye régebb az volt, hogy jaj, keresünk egy olyan frizurát, ami ezt eltakarja, viszont azt mondják, hogy ez a fejforma, ez fiatalít. Ugye, tehát akinek kerekebb az arcformája, az fiatalosabban néz ki, és akkor, hogyha a kliens is meg van elégedve önmagával, akkor egy olyan frizurát kereshetünk, ami ezt kiemeli, és nem eltakarja. Igen. És gondolom, ugyanez érvényes a kozmetikusnál, nem? Tehát, hogyha tanácsokat adsz valakinek, és azt mondod, hogy szerintem neked ez lenne jó, vagy a szemes színéhez ez illik, vagy gyere, próbáljunk meg egy erősebb vagy gyengébb sminket. Mert hogy nagyon fontos azért valljuk be az is, hogy mit tudunk hozzátenni az alap természetünkhöz, megjelenésünkhöz, nem? Igen, igen. Hát fontos, hogy a személyhez milyen sminket, a haj, a ruházat, hogy legyen összhangba a smink is.
És a szemüveg. És a szemüveg, igen. Ez jó kiegészítő, nem? Igen. Tudom, mert egy életen keresztül egyre hordtam. Több hölgytől hallom különben, hogy olyan szemüveg keretet választ. Így van. Amely hozzájárul az arcfiziológiához, de ugyanakkor, ahogy te mondtad, a többi. Igen, igen. Tanulható folyamat, én nagyon szeretem, amikor az erdélyi nők nyitottak és bevállalósak. Van egy nagyon személyes történetem, hogyha anyukám nézi ezt a műsort, akkor most mosolyogni fog, ugyanis amikor ő találkozott először Vidra Birtalan Évával, akkor ugye Éva mondta neki, hogy hát az ő alakjához mi előnyös, és akkor anyukám mondta, hogy nem lehetne mégis, hogy egy picit jobban takarjon, és hogy egy kicsit fennebb, és kicsit így, hogy mert hogy molettebb volt derékben, és akkor Éva nagyon pragmatikusan és nagyon őszintén és karakánon mondta neki, hogy de lehetne, de minek, mert hogy a nő mindig azt kell kihangsúlyozza, ami rajta szép. Szép. És hogyha így van rajta szép dolog, legyen az a szemed, a hajad, és az a alkatod, szép. A lábad, mindegy, akkor arra fektessük a hangsúlyt. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ebben a szakmában, amelyet ti mind valamilyen formában képviseltek, vagy képviseltél, ugye Éva annyi éven keresztül, hogy tudjatok tanácsot adni, és hogy mi nők értsük meg, hogy ez értünk van. Nem? Igen, ez így van, de sajnos van egy réteg, amelyik nem fogadja el. Ezt akartam mondani. Nagyon, tehát a 30 év nem állami szolgálat volt, mert annak fele már a megváltozott világba, a magán divatszalonomba, és kellőképpen próbáltam élőtanú édesanyjára, ugye, hogy tehát erélyesen, határozottan, de meggyőztem, hogy nem kell olyan hosszú, mert a lába szép. Hát neki hát azóta mutassuk. Is emleget, és nagyon sokat segítettél. Na, ilyen tanácsokra van, azt hiszem szükségünk. És sajnos nem minden hölgy fogadta el. És aztán rájöttem, hogy fölösleges. Tehát az első egy-két mondat után láttam, hogy van értelme, nincs, ha nincs, akkor nem erőltettem magam. De úgy, ahogy mondod, próbálkoztam egész végig. De volt sok olyan, amelyik határozott kérésekkel jelent meg, és akkor már én nem igazán tudtam javítani. Uh-huh. 20-30, olyan 25 éve körülbelül, hogy a Mider visszajött divatba. Persze oda alak kell, megfelelő mellkas, és a hölgy erről szakoskodott, hogy de neki Mider kell. És akkor aztán megvolt az alkalom, ahova a Midert felvette. A Midert, tudod, a kis szorítós, igen, szorítós. Hallgatok, ha nem tudják. De nem, teljesen jó, hogy elmondtad, sőt. És én nem tudtam. Aztán jött egy-két nap, egy hét múlva, hogy jaj, hát a mellem nem bírta, vagyis kibudjant a didie. Hát én hiába mondtam, hogy ekkora mellkasra ez így nem jó. Nem hallgatott meg. Ez egy olyan nem, amíg élek, biztos alkalmakkor eszembe jut. Számtalan ilyen történet, amelyik Melinda is bólogatott. Én is találkoztam a szakmákban, de gondolom, hogy a ruházatban, mint a fodrásznál is vannak vendégek, akik egy bizonyos minkel, vagy érkeznek, hogy ők ezt szeretnék. Elmondhatja az ember, hogy ez nem előnyös, nem áll jól, nem talál az arcához, nem biztos, hogy ez neki megfelelne, de ő azt szeretné, és akkor a végén, ha azt elkészítjük, akkor sajnos nem az a, amit ő elvárt, tehát hogy nem az az eredmény, amit ő elvárt, és ezt gondolom, hogy a divatba is, meg a frizurával is ugyanígy történik, hogy elképzel valamit, és akkor a végén nem azt kapja. Tehát nem azt kapja, és akkor ilyenkor egy kicsit nehezebb, meg kellemetlenebb a helyzet. Igen, igen. Én azt tapasztaltam, hogy én általában, amikor főleg, ha egy kliens úgymond újabb, akkor ugye meg kell kapni azt a közös hangot, hogy hogyan beszélgessünk, megismerjük egymást, ő is az én stílusom, én is az ő stílusát. Viszont én mindig elmondom, tehát meghallgatom, hogy mi az, amit ő szeretne, elmondom a véleményem erről, és utána megkérdezem, rákérdezek kétszer-háromszor, és hogyha még azért is azt szeretné, akkor azt
ugye kivitelezzük, viszont tapasztalatom szerint, hogyha ilyesmi történik, akkor általában következő alkalommal vagy találkozásnál azt mondja, hogy hát igen, igazad volt, és egy picit jobban hallgat rám. Mondhatok egy konkrét példát is, volt ugye egy időszak, amikor nagyon-nagyon nagy trend volt ez a szürke haj, ez az ilyen természetellenes szürke... Gondolom egészen fiataloknak, nem? Igen, viszont én, ugye jönnek egy képpel, amivel semmi probléma, tehát ha kivitelezhető, akkor kivitelezhető, viszont mindig elmagyarázom, hogy ne nézze csak a hajszínt, nézze egy picit a modellnek a stílusát, az öltözködését, a sminkjét. Mert például, hogyha valaki egy ilyen nagyon természetellenes színt szeretne, mint például egy szürke, vagy egy nagyon virító lila, vagy piros, az a nagyon piros, akkor ahhoz smink is kell. Mert az nem egy természetes szín. Hogyha az a bizonyos kliens inkább az a típusú, aki mondjuk nagyon enyhén sminkeli magát, jó, most nem alkalmakról beszélünk, vagy inkább egy sportosabb stílusú szeméről beszélünk, akkor általában valami naturabb színt ajánlok az illetőnek. Tehát általában itt van az, amikor a kliense, de ez nekem nem is áll jól. Hát ezt mondom. Na, de általában színvilágban nincs olyan dolog, amit nem lehetne korrigálni, vagy kijavítani. Feketéből nem lehet szőkét, de... Igen. De mondjuk egy természetellenes szürkét ki lehet javítani. Tehát én mindig elvárom a kliensektől azt is, hogy mondják meg, ha nem tetszik, mert valószínűleg korrigálható sokkal kevesebb idő alatt, mint azt ők gondolják. Ehhez már csak az kell, hogy mi erdélyi nők tudjuk, hogy mit akarunk, és ha nem, akkor forduljunk szakemberhez, aki ebben bennünket segíteni tud. A nők vagy a férfiak piperkőcebbek az utóbbi időben? Hogy látjátok, hogy a férfiak is kezdenek felzárkózni ahhoz, hogy ápolt külsővel rendelkezdenek, és odafigyeljenek a kinézetre? Nekünk nőknek fontos például, hogy a mellettünk lévő férfi ápolt legyen, és stílusos. Hát szerintem itt megint, ahogy mondják, ízlések és pofonok, mert ugye szerintem a férfiak is adnak magukra. Az, hogy ez mennyire... látszik messziről, vagy meddig megy el, szerintem már van az a túlzás is. Viszont igen, például ugye nálunk, én csak női fodrász vagyok, de a férfi fodrász részlegen két hetente jönnek vissza ugyanazok a kliensek, és például egy nagyon jó dolog, ami úgymond visszajött a divatba az elmúlt néhány évben, az a szakáll. És ugyanúgy, ahogy a nőknél ugye a frizura korrigálja az arcformát, ugyanúgy a férfiaknál is a szakállnak a formája mondjuk korrigálhat egy kerekebb arcot, vagy mit tudom én, egy kiállóbb állat, stb. Társai. Tehát igen, szerintem a férfiak is adnak a külsejükre, de nekik még mindig egyszerűbb. Hát az én szakmámban találkozok most már egyre több férfival, aki arckezelésre, ugyan, meg szőrtelenítésre is eljönnek. Tehát nem ugyanannyi, nem ugyanabban az arányban, mint a nők, de egyre több férfi ad magára, én úgy gondolom. Éva, a melletted lévő férfinek milyennek kell lennie? Vagy fontos volt-e számodra ez valaha, ez a kérdés, hogy akkor... Nem fontos, nagyon fontos. Igen. Az, hogy 70 év után épp nem epilálja magát a férjem, az más tiszta. Jó, de hát... De a mindig rendezett szakáll, a mindig rendezett frizura, mivel a deók százával állnak illatfelhőbe, ki tud választani. Ó, gyerekkoromban apokának a sipré, az egy olyan illat volt, amikor apoka megjelent, megtelt a ház vele. Tehát nem átízzadt parfümök és deók, mosdjál és finom piperét használj. Legyen pretenciód rá. Legyen pretenciód rá, mert ahogy mondta Gabika, hogy a szakáll, igen, a szakáll csak úgy szép, ha rendezett,
ha ápolt. Igen, mert ha nem, akkor már rögtön azt mondjuk, akkor... hogy miért nem borotválkozol, vagy miért nem néztél be ma a tükörbe, vagy miért nem vágtad le a szakállad, ugye? És lehet itt sorolni ezeket a dolgokat. Viszont még egy annyit hozzátennék, hogy szerintem az nagyon-nagyon jó dolog, hogy a férfiak elkezdtek járni arckezelésre, mert ugyanúgy, ahogy nőknél is lehet problémás bőr például. A férfiaknál is ugyanúgy. Igen, a férfiaknál is ugyanúgy, és ilyen szempontból elég jó, hogy megváltozott egy picit ez a mentalitás, hát én férfi vagyok, én mit keresek a kozmetikába, úgyhogy szerintem ez egy jó dolog. Igen, és még elég sok kamasz fiúval találkozok ebbe a szakmába, hál' Istennek az anyukájuk noszogatja, hogy jöjjenek el, és a pattanásos, meg hát a problémás, problémás bőrrel. És én szerintem ez nagyon oké, ha már a kis tini 15-16 igen. éves, az lehet, hogy továbbra is igen. önmagával már másképp néz szembe, hogy majd fogja igényelni egy arcápolás, egy plusz frizura. Pontosan. Tehát pontosan. Ha már te szülő ezt a, tehát ezt a szövegem kezdő részén, hogy amiben te belenősz, amit látsz a környezetedben, ez nagyon meghatározza az életed további útjait. De te például is ugyanúgy a gyerekeidnek, tehát amit tőled lát, édesanyaként vagy igen. édesapaként, azt szerintem neki is egy, persze, egy fogodzó, hogy mennyire kell ápolnak lenne, mert ugye nem csak arról beszélgetünk, hogy mennyit járunk fodrászhoz, kozmetikushoz, vagy éppen egy divattervező tanácsát kikérjük-e, hanem hogy, hogy az ápoltság az ugye valaminél elkezdődik. És hogy akkor ezt honnan ragadjuk meg? Ki számít ápoltnak? Mi az, hogy ápolt? Az, hogy rendben van a körmünk? Vagy az, hogy jól érezzük magunkat? Vagy azt, hogy ugye arról beszélgettünk az elején, hogy a divat változik, a stílus örök. Igen, tehát a divat irányzatok változnak valóban. Én például nagyon szeretem még mindig a 80-as évek divatját. Rólam időnként azt is mondják, hogy ilyen időutazó vagyok. Mondom, nem baj, ha én jól érzem benne magam, és megtalálom a megfelelő ruhadarabokat, akkor nem biztos, hogy gond az, hogyha én időnként időutazó vagyok. De hogy valószínűleg egy nagyon retro is tud jól lenni, nem? Hogyha tudjuk viselni. Most engem kérdel? Titeket kérdezlek. És közben azon is gondolkodtam, hogy milyen profi az, hogy valaki egy ilyen merész hajtincset bevállal. Tehát, hogy kell tudni viselni. Amikor igen. én először vörös hajú lettem, akkor azt mondták, hogy jó, de tudod, hogy a vörös hajat kell tudni viselni. Mondom, hogy hát igyekezni fogok felnőni a feladathoz. Tehát, hogy ami rajtunk van, az... De az vezessen végig az életedbe. Ugye, de hogy igen. annak legyen valami... Értelme ugyanakkor. Tehát mondjuk a kérdésed több irányba. A retro. A retro, tehát hogy retro, próbálsz visszahozni valamit, azt a régit, behelyezett az új konjunktúrába, az új évekbe, az új divatba, igaz? Na de itt megint az van, ahogy elkezdted, hogy kell tudni a vörös hajat viselni. Tehát ha te a retro darabokat előszeded, vagy elmész egy second handba, és ott találsz egy-két jó darabot, én járok, amikor kedvem időm van, akkor azt te kell tudd, hogy na most ezt mi mellé teszem, miért veszem? És ez egy nagyon jó dolog lenne olyan értelemben, hogy ne kukázzunk, dobjunk el mindent, mert egy jó kis darab, ami ma jó volt, lehet 15-20 év múlva, majd a lányom azt mondja, ó. Milyen és jó akkor, darab. Ja, na, tehát ez most már nem akarok a természet, túl természetbarát lenni, de ilyen szempontból is, hogy nem dobjuk el, nem szerintem úgy. Szerintem különben fontos. Nagyon fontos. Meg nagyon halmozunk. Fontos. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor halmozunk, ami én a vásárlási kellékeket illeti. Úgy gondolom, hogy tudatosan kellene vásárolni. Nem kell túl sok ruhánk legyen. Ha egy pár ruhánk van, de azt úgy vásároljuk meg, hogy találtassuk. Tehát, hogy minden mindenhez nagyon jól mondom. Találjon. Szerintem igen. ez nagyon fontos. És akkor megint visszatérünk oda, lányok, hogy tehát te kell tudd, hogy mi áll jól neked, milyen frizura, milyen smink, és annak függvényében a ruházat is. És nagyon jól mondtad, hogy nem kell 10-20-30, lehet 4-5 darabbal is olyan full elegáns és pontosan. Topon legyél, ha azt kellőképpen kiválasztottad, és azt várjatok, ha kellőképpen hordjátok is. Mert bizony. Megint egy olyan dolog, hogy tudjad azt hordani. Igen, igen. Hogyha már Melinda ilyen jól elkanyarodott a vásárlás és öltözködés irányába, akkor most bátor leszek, és kíváncsi vagyok, hogy melyek azok a ruhadarabok,
akár egyet-kettőt is kiemelhettek, amelyek nem hiányozhatnak otthon a ti gardrobotokból. Tehát amire bármikor, ha Birtalan Éva kinyitja a szekrényt, azt mondja, hogy erre esküszöm. Mert ez nekem jó, és én ezt nagyon szeretem. A speeched elején Chanel Coco-val kezdted. Hát a Coco fekete ruhája az egy hölgynek se hiányozzon a szekrényéből, a garderob szobájából, akárhonnan. A kis fekete ruha lehet ujatlan, rövidújú, hosszújú, kis testhez álló. Annak függvényében az alakod megbírja a testhez állás vonalát, vagy ha nem, lehet lezser. Tehát ez egy olyan alapdarab egy nő ruhatárába, ami nem hiányozhat. Ma este felveszem, egy nagy válkendőt dobok rá, holnap kirakom ékszerekkel, nem tudom meddig, amit megbír az egyéniségem. Holnap után ráveszek egy zakót, vagy egy mellénykét, és az a ruha már mindjárt másképp néz ki. A ruhatár többi része, most tudod, minek örvendek, Inga? Hogy megint visszajött a ruhadivatba. Uh-huh. Tehát nem csak a nadrág, a szabadidő, a ruha. Mi nők vagyunk, hordjuk a ruháinkat, legyünk lányok, női szép, csinos asszonyok. Végre, egy körülbelül két évre visszamenőleg, ha eléggé figyeltem a divat vonalat, hogy újból hódít a ruha. Van télire vastagabb, nyárára vékonyabb, rövidebb, hosszabb, legingel, anélkül, csorélábbal, harisnyával, csizmámval, papucsal. Legyünk szép asszonyok. És viseljünk szép kiegészítőket, nem ez az enyémet fontos. Mutatom, hanem az Éváét, aki különben elkészíti is ezeket a kiegészítőket, úgyhogy nagyon fontos, és itt megint csak az egyénre szabott személyes darabok, így hogy van. Ezek annyira fel tudják dobni szerintem a megjelenésünket, nem mindegy, hogy mi van rajtunk, mert néha, ahogy te mondod, egy fekete ruha egy jó kiegészítővel mindennél többet tud jelenteni. És egy jó sminkkel, és egy jó hajjal. Bizony. Na Melinda, ha kinyitod a gardróbot. Igen. Én szerintem... Van fekete ruhád? Van, szuper. Kettő okay. is. De én szerintem egy nőnek az alap gardróbjában, ami meg kellene legyen, az egy sötétkék zakó, ami elegáns, és bármilyen alkalomra fel lehet venni. Egy sötétkék ceruza szoknya, fehér ing, egy fehér kis top, amit ugyan zakó alá is fel tudunk venni. Lehet egy farmer nadrág is, és azt tudjuk viselni félcipővel is, és akár tornacipővel is, most már nagyon nagy divat zakó tornacipő. És ami még... cipőbe, úgy gondolom, hogy egy fekete magas sarkú és egy lábszínű cipő az nagyon fontos, hogy az embernek a... Te hajlasz a businesswoman fele? Mert úgy írtad ezt le. Ezek az alap dolgok, ami megvan. Ami és nálad megvan. Ami nálam megvan, jó, ami és nálam. Ezeket nagyon szeretem. Én még hozzáteszem csendben a piros cipőt, én nagyon szeretem a piros magasarkot. Igen, de hogy ezek úgy mindennel mennek. Egy krémszínű cipő szerintem bármilyen ruhához fel lehet venni. És az akkor miért pont kék? Miért nem fekete, vagy miért nem fehér? Igen, lehet fekete is, de úgy gondolom, hogy a kék színű zakó egy kicsit, tehát nem annyira komoly, mint a fekete. De pont szerintem pont annyira komoly. Pont úgy a biznisz világába visz az be. De ez megint, amit tárgyaltunk, hogy ez tőlünk függ. Pont ez. Igen. Ezért vagyunk mi, azért te kéket választottál, amit elmondtása, hogy leírtad. Igen, az oké, az kell legyen. Én fekete piros zakot, ez attól függ, hogy milyen alkalomra vesszük fel. Igen, mert ez sem mindegy, hogy mert nem mindegy, hogy mikor, milyen alkalomra viseljük. Bizony. És ez nagyon fontos, mert ezt is kell tudni, hogy mondjuk egy koktélruhát hová veszünk fel, és mivel fogjuk viselni. Mondja itt Ildiko a pöttyös retrót egy jó cipővel. Én is szeretem a pöttyöset különben.
Ja, az volt a kedvenc esküvői szerkum, pöttyös ruha, piros cipővel. Viszont én egy olyat mondok, amin lehet, hogy sok mindenki meglepődik. Nekem egy olyan darab van a gardróbomban, amit rengetegszer hordtam. Nem gondoltam volna, hogy annyit fogom hordani. Hát az nem hordani. Baj, ha hordtad többször. Fekete, sima bőrbakkancs. Uh-huh. És ez bunda nélküli, de annyiféle ruhával és stílussal össze tudtam pároztatni, hogy az valami hihetetlen. Tehát nyáron egy fesztiválos lukkal, például rövid nadrág, vagy egy bőbb ruhával, vagy egy szorosabb ruhával, vagy farmerrel. Tehát én azt mondom, hogy a fekete bakkancs és a hófehér tornacipő. Mert ugye most azért próbáltam valami mást mondani, persze a fekete ruha és a fehér ruha az ilyen egyszínűek, amit lehet kiegészítőkkel feldobni, az tőlem sem hiányozhat, csak azért próbáltam valami mást mondani, hogy emlékezzünk arra is, hogy a stílus az nem feltétlenül, véleményem szerint, nem feltétlenül magas sarkukból és ruhácskákból áll. Tehát egy nő lehet akkor is stílusos, hogyha sportosabb, vagy egy kicsit extrémebb. Igen. Ugye én a szakmámból kiindulóan is kevésszer hordok magas sarkut, akkor, amikor az alkalom kéri, természetesen megvan a piros is, megvan a fekete is, megvan a krémszínű is, viszont úgy szabad időmben, hogyha nem kéri az alkalom, mint a szakmámban is inkább lapos cipőket hordok, ezért, és nem érzem úgy, hogy ettől ne lennék stílusos, vagy néha ne lennék elegáns sem. Hát pont ez a jó, hogy mások vagyunk, hogy hát erről beszélünk. Alkalomhoz illően kellene öltözni, de akár a sportcipő, akár a most nagyon nagy divat farmernadrág, sportcipő és zakó. Tehát ez... Jó, hogyha meg kellene határozzuk az erdélyi nő körképét, akkor milyenek vagyunk szerintetek mi erdélyi nők? Tudom, hogy nem lehet és nem is szabad általánosítani, de odafigyelünk amúgy ezekre az apróságokra, amelyekről most itt szép lassan fél órája beszélgetünk, a sminktől elkezdve a ruhán át a kiegészítőkig és mindenig, hogy azt a dolgot tudjuk magunkon viselni. Én nagyon gyakran hallom ezt, hogy a román hölgyek valami miatt ápoltabbak és jobban odafigyelnek. Erre rögtön hozzáteszik azt, hogy a román hölgyeknek több pénzük van. Én nem vagyok benne biztos, de cáfoljátok meg, ha ez így van, hogy a stílus a pénz kérdése. Lehet, hogy fontos, hogy meg tudjuk magunknak engedni azokat a darabokat, amelyek most épp nagyon divatosak, de még egyszer oda kanyarodnék vissza, hogyha nem tudjuk viselni, ugye, te mondtad Éva, azt a méregdrága bundát, amelyet megvásárolunk, akkor hiába lóg a bunda a szekrénybe, mert nem áll sehogy sem rajtunk. Tehát, hogy valahogy itt meg kellene keresni ezt a köztes utat, hogy hogy is állunk mi akkor ebben a kérdésben? Szerintem nem szegregálhatunk így, hogy román hölgyek, magyar hölgyek. Vagy hogy nekik van több pénzük, vagy nekünk, nem tudom. Szóval ez így nekem egyáltalán nem tetszik, pont azért, mert sok éven keresztül a pénztől függött a hivatásom. A divattervezés, az exekúció, minden. Mondjam azt, hogy a román hölgyek többet áldoznak, Kinga. És mi azt mondjuk, ó, nem. És ez megint, ahogy kezdtem az elején, a neveltetésünk. Otthonról. Vagy lehet egy full kontraszt, hogy ő otthonról nem kapott semmit, és akkor most bizonyít. De ez az állítás, hogy ők többet áldoznak, ez így nem állja a helyét. Nem tudom, itt a lányok, ők most vannak direkt kontaktusban a klientúrával. Én szerintem egy olyan fele lehet. Én nem hiszem, hogy a magyarok ne mennének, ne igényelnék. Nekem a nagy része magyar. Magyar kliens. Na, tehát ez... Hát engem is meglepett, de nagyon sok szemétől hallottam ezt, hogy igen, mert nekik több van. Akkor cáfold meg, mert hát gonoszok. Ti itt, hogy ti cáfoljátok meg. Gonoszok. Ez nem hogy ne így, én mondjam. Igen, nem így működik. Igen. Az tőled is. Lehet azt mondod, hogy mára én csak egy fél kiló húst fogok Tokánykának megkészíteni, de elmegyek Gabikához, hogy hamar egy arckezelést csináljon. Tehát tőled igen. függ. Igen. Tőled függ. Tőlünk függ.
Én most nem a román-magyar párhuzamot hoznám fel példának, hanem azokat a klienseimet, akik külföldön élnek. És mindenki azt mondja, hogy jaj, hogy hát itt Erdélybe, vagy itt Romániában sokkal többet adunk magunkra, mint kint. Hát mint kint. Igen. Igen. Viszont a stílusok különbözőek. Tehát azért, mert most beszéljük az én szakmám szempontjából. Valakinek ekkorára van tupírozva a haja, az nem lesz se stílusosabb, se ápoltabb, mint például egy természetesen lógó hullámos fürt, ami valószínűleg két stylingszert tartalmaz, egy jó sampont, egy jó balzsamot, és egy kis hajszárítót, és ennyi. Tehát ezért mondom, hogy relatív, és összhangban kell legyen, mert azért, mert mondjuk a spanyol nők, vagy az amerikai nők nincsenek annyira elegánsan felöltözve, az nem azt jelenti szerintem, hogy nincs stílusuk, vagy nem adnak magukra. Tehát valószínűleg kultúráként, országonként, kontinensenként, vallásonként változik az, hogy mit takar magában az, hogyha egy nő stílusos vagy ápolt. És akkor milyen az erdélyi nő? Ápolt az erdélyi nő? Odafigyel a részletekre? Szerintem mi erdélyi nők nagyon színesek vagyunk, én azt látom, és egyáltalán nem függ össze direkt módon a pénztárcánkkal. Uh-huh. Tehát van egyéniségünk, bemerünk vállalni dolgokat, meg tudjuk találni az összhangot, és emiatt szerintem stílusosak vagyunk. Erdély-Románia szíve, ugye? Hát reméljük. Mert annak idején felmentünk Bukarestbe, a könnyipari minisztériumba, Avenit Provincia. Uh-huh. Értitek, ugye? Igen. Igen. És akkor mondtam, pardon, nem. Megjött Románia szíve. És én ezzel aztán megmagyaráztam az erdélyi nőket. Itt volt kultúránk, nem most, hanem több száz évre visszamenőleg, és lesz, ha így megmaradunk. Sokszor azon gondolkodom, hogy feltűnni, vagy emlékezetesnek maradni. Melyik emlékezetesnek fontos? Maradni, szerintem melyik az fontos nagyon nekünk fontos. Nőknek, hogy feltűnjünk, és időnként azt mondják, hogy na jó, ez most egy jó választás volt, vagy hogy ki tudjunk tartani a mellett, mind amit... a kettő. Egyszer tűnjél fel, és aztán tartsd meg. És ez a megtartás, ez már... Az már valami. Az már a folyamat, nem? Így van. Igen, el kell ezen az úton indulni, azt hiszem, és... Nem tudom, megint csak azon gondolkodom, hogy vajon ez annyira egyéni, hogy már nem is fogadjuk el a más tanácsát ebben. Én például nekem nagyon jól esik, hogyha valaki azt mondja, hogy ez jól áll, vagy kevésbé, vagy visszajelez, hogy ma ez egy szép ruha, vagy ez egy jó hajszín, ezt tartsd meg, vagy kinguskám, ez a kiegészítő, ez most lehetne jobb is. Mert hogy ebből tanulunk, nem? És mégis olyan nehezen fogadjuk a kritikát. Néha nő a nőtől még nehezebben, ezt legalábbis én ezt látom, de a másik oldalt nézve az is nagyon fontos, hogy egy férfi bókoljon időnként, és azt mondja, hogy Éva, te ma rendkívül jól nézel ki. Nem nekem tudom, a hogy... férjem mindig bókol. Akkor te egy nagyon szerencsés nő vagy. Így van. De tényleg. Így van. Most megjelentem, így egyszerűen, ahogy itt vagyok, gyönyörű vagy édes. Hát ennél több mi kell egy fértől? Ebbe a korba. Tehát a kérdésem az lett volna, fontosak nekünk a visszajelzések? Persze. Bármilyen típusú persze. visszajelzés? Persze, még a rossz indulatú visszajelzésből is lehet, hogy tanulsz valamit. Mert azt mondja a fodrásznő, hogy ez a hajszín. És akkor te beállsz a tükörbe, és kezd el gondolkodni, vajon jó, nem jó? Uh-huh. Vagy miért mondhatta ezt? Vagy miért mondta a leány a szaki? Igen. Szerintem én, mint szakember, azt tehát bárkiről és bármiről is beszélünk, ha csak kritika éri, akkor nem fog azon változtatni. Ha meg is dicsérjük, és utána kritizáljuk, és annak a megfelelő hangvételben, akkor sokkal többet elérhetünk vele. Tehát én mindig próbálom a klienseimnek az önbizalmát növelni. Milyen szép arcformád van, vagy milyen jó dús hajad. Gyere, próbáljunk ki valamit, ami ezt kiemeli. És igazából
szerintem nekem nem csak az a szakmám, hogy szép hajat varázsoljak, hanem hogy önbizalommal teli nőt is. Hogy egy jó pszichológus is légy. Igen. Mindnyáján szerintem egyfajta pszichológusok is vagyunk a szakmámban. Azok az emberek, Kinga, azok az emberek, akik direkt kontaktusban vannak emberekkel, főleg hölgyekkel, azok egy pici pszichológiát is kell tudni, natív, belőled jövő pszichológiát, vagy esetleg az évek folyamán elsajátított pszichológiát, pont azért, ahogy mondta, a szakmájában erre szükség van. Melinda, fontos a visszajelzés? Nagyon fontos a visszajelzés, de visszatérve a kritikára, az nagyon fontos, hogy pozitív kritika legyen. Tehát, hogy ne bántani akarjon az a személy, hanem tényleg azt szeretné, hogy észrevegyed, hogy az a haj nem áll jól, vagy a smink esetleg nem a legmegfelelőbb számodra, és akkor talán így lehet ezen változtatni. Változtatok az évek során, ami az igényeket illeti, ami a stílust illeti, ami a vágyakat illeti. Azt szokták mondani, hogy fiatalon még ilyen nagyon bohémak vagyunk, aztán kicsit lecsendesedünk, aztán megint valami újra vágyunk, aztán felfedezzük a 40 pluszos hölgyek, felfedezzük, hogy újra itt a előttünk nyitott a világ, és mennyi minden van. Tehát, hogy igen, a személyiségünknek megfelelően nyilván, de hogy a kornak megfelelően is. Én nagyon sokat változtam. Tehát, hogy ha én visszagondolok a tinédzser énemre, amikor minden a lázadásról és a feketéről szólt, és a nem tudom, tehát, hogy az a millió, amiben akkor éltem. Akkor az volt a divat? Akkor nekem az volt a minden, és aztán, amikor kezdtem nőiesebb vonalakat képviselni, vagy rájönni, hogy akkor nekem ez is való, vagy ezt is kipróbálhatom. És én nagyon sokat változtam. Én tényleg vissza tudom ezt az utat nézni, és én 30 pluszos vagyok. Tehát el tudom képzelni, hogy akinek több élettapasztalata van, az még jobban látja ezt az egész folyamatot. Most a változást a női dizájnra kérdezed, vagy az életfolyamat, amin keresztül mész, mint ember? Hát talán úgy mindenre, mert azt hiszem, hogy a kettőnek köze van egymáshoz. Nem tudjuk ezt szerintem, és talán nem is kell leválasztani. Nem. Igen, tehát azért kérdeztem, hogy maradjak a szakmámnál. Nem, nem muszáj, maradhatsz. Tehát úgy Ivánál. Igaz. Kösz szépen. Jó. Tehát az énedet megváltoztatni nehezen tudod. Esetleg, ha elég intelligens vagy, rájössz, hogy kell csiszold magad. Én azt hiszem, hogy egy kicsit tudtam. Nem sokat. Na, tehát amikor te rájössz, hogy telnek az évek, és én most már igazán megszültem 3 gyereket, és visszeres a lábam, hiába jött vissza a divat a mini, akkor esetleg vagy megműtetem a visszereimet, vagy nem hordok minit. Apropó, az évek múlásával. Hát telnek, igen. Akkor megint, amit úgy korosztályom alatt közben láttam, hogy a mami vetekedik a gyönyörű 20 éves lányával, nem. De maradj a helyeden. Egy esküvőn voltunk, nem tudom, rég, lényegtelen, és az öröm anya ilyen balerinának öltözött ki. Hát ki voltam akadva? Nem. Az az esküvő a lányról szól, nem rólad. Igen. Tehát elnek az évek, ezek be kellett volna érjenek. Aztán van, akinél beérik, van, akinél nem. A stílusváltás már egy bizonyos kor után nem lehet annyira meghatározó. Tehát 40-50 év fele már te kell tudd, hogy ez nekem oké, még egyszer hangsúlyozom, nem a lányom divatját, és abba valahol megmaradni. De mondjuk halálom, aki 50 év után már csak feketébe öltözik, fekete cipő, ruha, sál, kendő, minden. Mert lejárt, dehogy járt le, dehogy. Én a feketét denigrálom a garderobból, a Chanel ruha kivételével. Nem, öltöz, ha tudsz továbbra is színesen, ahogy a te korod megkívánja és igényli. Na, Melinda. Igen, hát én nagyon sokat változtam, úgy külsőre, mint jobb az önismeretem. Igazából azokat a ruhákat, amelyeket, mit tudom, én 20 éves korban viseltem, azt biztos, hogy nem venném ma már fel.
és szerintem korunkhoz illően kellene öltözködnünk, meg akár smink, frizura. Föltétlenül a sminkbe is. Igen, igen, tehát nem sminkelhetünk úgy, mint egy 20 éves. Szerintem. Azaz megpróbálhatjuk. Csak megpróbálhatjuk. Lehet, hogy még jobban megvédjük. Pontosan. Igen, tehát, tehát hogy szerintem ez a tudatosság, hogyha megvan, akkor nem tudunk mellélülni. Én úgy érzem, hogy változtam, mondjuk az elmúlt 10 év alatt, de nem sokat. Tehát ugyanúgy, lehet, hogy egy picit egyszerűbb fazonokat kedvelek, de ugyanúgy megvan a színesség, ugyanúgy megvan az, hogy akik rég ismernek, jó, ez olyan Ildis, és szerintem ez így rendben van. Változás kell, úgy hajban, mint öltözködésben, viszont maradjunk meg szerintem egy sávnál. Maradj meg önmagad. Igen. Pontosan. Haj szempontjából viszont, amit én észrevettem, ugye mindenki azt mondta, hogy hát korodnak megfelelően, meg minden. Nekem például vannak olyan 50 pluszos klienseim, akiket nagyon rá kell vegyek arra, hogy egy picit fiatalosabb fazont válasszunk. Egy picit legyünk bevállalósabbak. Azért, és akkor, hát jó, de ez találni fog az én korosztályom. Vagy mit fognak szólni, és nagyon-nagyon, amit észrevettem. Ki mit fog mondani? Mit mond a szomszéd? Igen, és amit észrevettem, jó, persze, most nem foszfoszöld taréra gondoltam, hanem mondjuk egy klasszikusabb fazon, de egy picit feldobva. És amit észrevettem, amiről nehéz őket lebeszélni, az az, hogy ugye a 90-es évek során úgy benne volt az, elmúltam 40 rövid frizura. Dajert azt nem kérik már. Már ne. Kolléganőim is szoktak dajert is készíteni. Viszont a rövid frizura. Tehát az a klasszikus rövid frizura. Na most szerintem ez nem egy jó ötlet, nem mindenkinek egy jó ötlet. Tehát, hogy valahogy ezt a mentalitást, hogy muszáj nekem ez a frizura, mert elmúltam ennyi és ennyi éves. Nem, persze, ne legyen térdig érő haja az illetőnek, de ugye vannak olyan fazonok, amik többet takarnak az arcból, mert ugye van az is, tehát az a kategória, aki mondjuk elégedetlen önmagával, azért, mert mondjuk az évek során egy néhány kilót magára szedett, és például egy ilyen frizurával, hogyha tehát ő ezért elégedetlen önmagával, akkor egy ilyen frizurával kiemeljük azt. Tehát minél rövidebb a frizura, annál jobban kiemeljük. És emiatt néha jó nyitottnak lenni más dolgokra is. Persze, igen. Vannak olyan személyek, akiknek nagyon-nagyon jól áll, és akinek nagyon ajánlom egy merészebb színt, vagy például egy szőkés színt és pixit, mert pixi az az olyan modern rövid frizura. Hát az viszont... Évája az elég modern. Tessék? Az igen, Évája az igen, elég modern. És még azt nagyon jól áll neki. Igen, tehát ez nagyon jól. Na, látod, mennyi bók egyből, igen. Minden oldalról. A rövid hajat kell tudni viselni. Igen. Így van. Én csak azt mondom, hogy ez örvendek, hogy ez a mentalitás egy picit kezd eltörlődni, hogy ennyi éves vagyok, csak ez áll jól nekem. Én például a zöld tarajos hajat is el tudom képzelni, ha valaki ezt tudja viselni. Igen. És ez az jól áll neki, miért ne 60 évesen is? Te ugyanazt tartottad fenn, amit én mondtam, hogy 50 év, 55, csak akkor feketébe járunk. Hát miért? Ez az, egy jó színes fazon gondolom. Persze, és az már mindjárt fel. Szerintem az 50 felett kellene minél színesebben öltözni. Jaj, nem rikítóan, csak úgy, nem rikítóan, finoman, színesebben. Igen. Nem igen. Fekete, nem sötét barna, ja, hanem igen. Minél színesebb, mert... Most kezdünk csak igazán belelendülni, pedig műsoridőnk végéhez értünk, de nem szeretném, hogy úgy elengedjük a hölgyeket, hogy ne próbáljunk meg valamelyest tanácsot megfogalmazni abból, amit itt ma este egymás között megbeszéltünk. Mindenki nyilván a saját szakterületét nézve, de ne feledkezzünk meg arról, hogy ami közös bennünk, az az, hogy nők vagyunk. Éva, te mit üzensz az otthon ülő hölgyeknek, akik nézték ezt a műsort, vagy nézik ezt a műsort, és azt mondják, hogy oké, még én is tudnék változtatni egy-két dolgot. Vagy én is lehetnék magammal elégedettebb. Ha belenézek abba a bizonyos tükörbe, akkor milyen nő köszöntsön vissza rá? Hát mi akkor, a lépés? Hát akkor nézzem bele a tükörbe legelőször,
próbálja eldönteni, hogy az ő arcfizionomiájához, a rövid, a hosszú, a középhossz, ha nem, akkor elmegy a stylisthoz, kér egy frizurát, amikor az megvan, akkor nézze meg, hogy ó, sovány vagyok, kövér vagyok, ó, vajon, vajon, az a eddig divat volt ez a csipő nadrág. Hát borzasztó volt, lányok, ha megfigyeltétek, ott valahol a pocak közepét ketté vágta, és kilógott alól, beszorította a pocit, fejül kilógott. Ne kacagjál, Vil. Azért kacagok, mert hát nekem szörnyen állt, mert ugye nekem nagyon keskeny a csípőm, igen, és úgy néztem ki, volt, hogy... Hál' Istennek, most visszajött a jó magas, derékvonalra, táliára, derékvonalra, és akkor ez már mindjárt nőjesít. Igen. Tehát nézze meg önmagát, elment a fodrászhoz, a stylisthoz, elment a kozmetikus, csak a végén várja. És akkor mi áll jól nekem? Inkább nadrág fele? Inkább szoknya fele? Vagy ahogy mondtam az elején, a ruhák? De egyiket se vigye túlzásba, mert amiről beszéltünk, ez a divat múlandó. Nem az, hogy én most nagyon elegáns leszek, nem azzal, hogy ma elmegyek a nem tudom melyik bevásárló központba, és 20 ruhát veszek, nem azzal leszel elegáns. Azzal leszel elegáns, ha tudod, hogy mit válasz össze. Legyen nadrág, szoknya, kis ruha, kis blúz, kis póló, és ezek a jackik helyett is most már, hál' Istennek, visszajöttek ezek a kis felöltök, kis tavaszi, őszi kabátok, amik nőiesebbek. És ha ezeket össze tudja állítani, mindjárt csinálni. Ja, és akkor a végén elmegy a sminkhez. Sminkes ez. És akkor a kozmetikus tanácsát is kérjük, igen, röviden. Igen, hát én azt gondolom, hogy záróképpen, hogy minden nő lehet stílusos, nagyon kevés pénzből, nem azért fontos, hogy mennyi a pénz. Kozmetikushoz is el lehet járni, nem kerül olyan sok pénzben, mint ahogy elképzelik. A bőrápolás nagyon fontos, amiről már nem került sor, beszélgessünk. Hát, mennyi mindenről nem került az még a sor. Az a nagyon fontos, mert amivel találkozunk először, az ember arca. És akarva, akaratlanul, hát az emberek nem helyes, de azáltal ítélik meg az embert, hogy mennyire ápolt a bőre. A kinézetünk. A kinézetünk, pontosan. Tehát keressünk jó szakembert. Az arc összhangja, pontosan. És ha ez már megvan, akkor egy jó fodrás sem árt kéznél. Ez így van. Nekem az a tanácsom minden kedves hölgynek, hogy ismerjék meg önmagukat, igen, és próbálják kifejezni úgy a hajjal, mint a sminkkel, mint a ruhával, és tegyenek meg mindent abban annak érdekében, hogy nekik legyen önbizalmuk. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, én is sokat tanultam. Stílusra fel, kedves hölgyek és urak, ez volt már a Nőszemközt. Péntek este 9 órakor újra számítok az önök figyelmére. A viszontlátásra!